Ezt a darabot 88 évvel ezelőtt mutatták be. Nagyon erősen szól ez a darab ma a megalkuvásról. Arról, hogy az emberek lázadnak a körülményeik ellen, de azért nem igazán. A másik ma is aktuális benne ez a mindent legyőző akarat, hogy végül is, hogyha valaki valami nagyon akar, akkor azt keresztül viszi. A harmadik az emberi kapcsolatok. Hogy az emberi érzelmek sajnos, ez egy ilyen mozarti darab, mulandóak. A mama most különösen érzékeny a trón tekintetében, mióta itt van nálunk Albert Herz. A mama mindig érzékeny a trón tekintetében. De Albert Herz egy igazi trónörökös. És a mama, ha igazi trónörökös lát, akkor a mama nem tud el. Ez nem csoda, az ő dítanya még uralkodott. És nem tudja megszokni, hogy örökre vége. De ha a trónörökös elveszi Alexandrát, de nem veszi el. Azt te honnan tudhatod? Maga idejében itt a siker titka tulajdonképpen a darabszerkesztés volt. Az, hogy tele van meglepetéssel, az, hogy van egyfajta humora, van egyfajta szatirikus látásmódja egy arisztokratikus világról. Most ez az arisztokratikus világ már eltűnt. Ez már egy ilyen mesebeli világ lett, de ezen a mesebeli világon belül egyrészt még ma is derülünk. Ugyanakkor az emberi kapcsolatokban a hiúság, a bátorság, a gyávaság, a megalkuvások, ezek egyre inkább előtérbe kerülnek. Nem arra való vagyok, hogy elgázoljon, hogy kárj, mert én is egy egész világ. Egy egész világ? Igen. Milyen szépen. Nem lesz ez egy kicsit sok? Ó, nem fenség. Én csillagász vagyok, és ott tanulja meg az ember, hogy nem szabad lenézni a legkisebb pontot sem. Az a sok kis pont az éget, az mind-mind egy egész világ. Mind? Mind. Hát, talán csak hiszik ezt azok a kis pontok. Ha én tudom, hogy a nagy urak ezt nehezen tudják elképzelni, mert ennek csak úgy beszélnek, hogy 10 millió lakos, meg hogy 2 millió sarkos, pedig az mind-mind egy szuverén világ, amit nem szabad összetörni. De tanár úr, ki akar világokat összetörni? Hölgyek például mosolyogva teszik azt. Milyen erősen néz rám szépen. Mert tetszik, amit mond. Ilyen vidéki, egyenes fiú, aki szerintem még életében nem hazudott, nem füllentett, és minden furfang és nem egyenes dolog meglepi, és megsérti, és fáj neki. Azt gondolom, hogy egy naív lélek. Egyszerű, tiszta ember. Életében először szúrnak ki veled nagyon csúnyán. Életében először lesz talán igazán szerelmes. De az a sorsa, hogy megkapja az élet első hatalmas nagy pofonját. El a szerénységemben nem mertem érezni, hogy egy királyi rivális vagyok. De most már érzem, és azt is érzem, fenség, hogy győztem! Kegyelmezzel! Megholok! Fenség, mindjárt jönnek! Egy perc, és egy kilökött cseréd leszek. És ez így végződjék, fenség! Ne tudja beérni, hogy megint gőgös legyen, hogy sértsen meg, hogy bennem felforduljon a lázadó parasztvér, fenség! A derékon fogjam, fenség, és kivigyem a rózsáink közé a csillagok alá, hogy tocsa száját, fenség! Miklós! 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 Mi az? A hattyú is egy lényegében egy kacsa. Saját közegében is a már megtanult és felvett gesztusrendszerben, vagy érzelemrendszerben, vagy abban tökéletesen mozog ő, és abban kimérten és finoman van jelen. És amint megérinti egy olyan dolog, amit jelen esetben egy férfi, egy érzés, egy szerelem, abban a pillanatban ugye ki is derül a száraz földre lépve. Ez egy nagyon szép hasonlat erre, hogy hát ő is csak egy rút kis kacsa. Jobban sajnálod. Ha rám néz a tekintete, süti az arcomat, édes játszik, mint mikor kinyitjuk a kárhajtót. Kárhajtó, igen, igen, és? Aztán a tekintete, mintha leszaladna a mellembe, és ott megérinteni a szívemet, mint mikor egy ujjal finoman érintünk egy billentyűt a zongorán. Billentyű, igen, igen, és? Aztán a hangja, mióta megbántottam, ha hozzám szól, úgy tovább búg a lelki ismeretemben, mint a harang, és ez fáj, én úgy sajnálom. Helyben vagyunk már, kislányom. Attól tartok, nem sajnálhat ez, se nem lelkiismeret. Hát mi? Egy kis mellbaj, tüdőcsúcs, szívcsúcs. Majdnem, hogy egy ilyen terrorszerű nyomás, ugye az, hogy a családot visszavinni a trónra. Hogyan tud egyszerre működni az érdek,
és az érzelem. Minden olyan pillanatban, amikor a szív kerül előtérbe, akkor ő a kacsa. Amikor pedig az érdek és az, hogy mit szeretnének, hogy szeretnék és én mit szeretnék, akkor a hattyú. Hát nem mi találtuk fel a szerelmi házasságot. Nem. Határozottan nem? Nem. Megint egyszer ez egy pótlást? Igen. Mi feltalálhatunk valami sokkal szebbet. A házasság után következő szerelmet? Ezt a klasszikus és erős boldogságot... Később kezdődik, de tovább tart! Dominika egy nagyon praktikus asszony, és bele fog egyezni a házasságba, mert a fia már több partit kipróbált, de végül is most dönthet a szíve szerint, mert Albertnak tetszik a Alexandra. A szerelem a lényege tulajdonképpen. Lehet-e Alexandra szerelmes? Lehet-e az, hogy a szíve vezérelje? A természetrajz azt tanítja, hogy a hattyú csak egy felséges kacsa. Ha földre lép, ez ki is derül róla. Ezért kell neki a tó tükrén maradni, büszkén úszni, díszesnek lenni a fehér néma méltóságtól. Madárnak lenni, de nem repülni. Egy dalt tudni, de mind halálig el nem énekelni. Igen. Molnár Ferenc egy társalgási darabot írt. Tehát szinte minden darabjában a szellemes beszélgetési stílus hangsúlyos, és úgy érzem, hogy ebben a darabban is remek párbeszédek folynak, és nagyon szellemesen válaszolnak az emberek egymásnak. Mindig olyan érzésem van, mint amikor kislányként először felveszel egy magas sarkú cipőt, az anyukádét. És felveszed, és mégis nő vagy, csak nagy az a cipő, meg billeg, és kiderül, hogy ahát, ami mindig csak 4 éves vagy, és hiába rúzsozod magad.